Az elmúlt több mint egy év legnagyobb menekült karaványa kelt át Mexikóba a guatemalai határon. Amint egy 6000 ember karácsonyi imát mond, miközben áthaladt Tapachula városán. A közép-amerikai országokból, Venezuelából és Kubából érkező migránsok Exodus a szegénységből feliratú transzparenssel a kezükben az Egyesült Államok felé veszik az irányt. Az AP hírügynökség szerint ebben a hónapban naponta 10 000 illegális bevándorlót tartóztattak le az Egyesült Államok délnyugati határán.